Képviselőtársam, amikor arról beszél, hogy szétverte a kormány az út a munkába programot, amikor arról beszélnek, hogy szétverte az út a munkába programot, az arról szól, hogy önök készítettek egy olyan programot, amiben sok esetben vasúttisztítás címén kivitték a dolgozókat az utak szélére, kivittek a polgármesterek 160-180 embert egy programba, belekerült ezeknek az embereknek a foglalkoztatása az államnak 100 millió forintba. És nagyon sok esetben, tisztelt a kivételnek hangsúlyozom, nagyon sok esetben, ahogy eldobták a szerszámot reggel, úgy vették fel este. Önök szerint itt kezdődik az út a munkába program? Ez egyáltalán nem. Ez legfeljebb kipipálta azt a feladatot, amit úgy gondolták, hogy elvégeztek. És kedves Jámbor Nándor képviselőtársam, azzal riogatni a lakosságot, hogy el fogják hagyni az országot, és mégis hová? Tehát önök azért tudják, hogy Lengyelországtól, Spanyolországtól kezdve mindenhol, ahol mondjuk a Romániából annak idején kivonultak az emberek dolgozni, azok mind mennek haza. Mind mennek haza, és otthon kell megteremteni a lehetőséget. Tehát lehet, hogy jól hangzik, de nincs hová, és nem is fognak kimenni ezek az emberek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Gúr Nándor, képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Túri Kovács Béla képviselőtársam mondta, hogy feltételrendszer, ez valójában jól működjön a rendszer. Hát igen, azt gondolom, hogy az kellene, hogy legyen, de hát tudja képviselőtársam, ahhoz ráfordítás is kellene. Kevés költség ráfordítással, épp bérér, sok embert akarnak gyakorlatilag közmunkatáborokban, mindegy milyen féleképpen fogalmazzuk a történetet, úgymond telepíteni vagy vinni 6 órás időtartamokat meghaladó utaztatással is. A baj az, hogy azt a fajta biztosítási jogviszonyrendszert is szétzúzza a gondolkodás, ami a korábbiakban igaz volt. A baj az, hogy akkor és amikor a korábbiakban évek hosszú során keresztül az emberek fizették a járulékokat azért, hogy biztosítottak legyenek, hogyha szerencsétlen helyzetbe kerülnek, akkor azzal szembesülnek majd az elkövetkezendő időszakban, hogy ahhoz, hogy egy napnyi ellátáshoz hozzájussanak, ahhoz a korábbi 5 nap munkában töltött időtartammal szemben majd 10 nap munkában töltött időtartam kell, hogy legyen, vagy ez párosul. Ezzel eleve megfelezik a lehetőségét is az utolérhetőség tekintetében. A másik része az, hogy nyilván a források, adható források mértékét is csökkentik, és a harmadik része pedig az, hogy az időtartamok csökkentése, az pedig azt jelenti, hogy nagyjából ahhoz, hogy az önök által vizionált 180 napos maximális futamidejű ellátáshoz hozzá lehessen jutni, hogyha szerencsétlen helyzetbe kerül valaki, ahhoz 1800 napnyi munkában töltött időt kell igazolni a számbavétel kapcsán 4 évről 5 évre kiterjesztett időintervallum tekintetében. Magyarul olyan rendszert építenek fel, hogy eleve ne is lehessen teljesíteni. Direkt módon, adminisztratív módon kiszorítanak nagyon sok embert, aki rászorul, átmenetileg a segítségnyújtás lehetőségei közül. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tájékoztatom az országgyűlést, hogy Tálai Andrást Comba Sándor államtitkár úr helyettesíti a továbbiakban. Megadom a szót még a 2 perces körben Jámbor Nándor képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót. Annyiban reagálnék az előbb elhangzott képviselőtársam által elmondottakra, hogy Nyugat-Európában, hogyha nem értesült róla, hasonló demográfiai problémákkal küzdködnek, mint Magyarországon. És egy szociális hálót csak befizetőkkel lehet fenntartani. Egy bizonyos ideig lehet a nyugdíjkorhatárt emelgetni, de valahol elér egy kritikus pontot, amivel már az ellátórendszerek fenntartása nem működik tovább, és szívesen fogják fogadni a Magyarországról kivándorolni kész, képzett, fiatal munkaerőt, ugyanis ahhoz, hogy egy társadalom működjön, befizetőkre van szükség. Nálunk is erre lenne szükség, de az önök által vázolt munkapolitika milyen szociális háló és milyen rendszert vetít elő. Hogyan lehet ebből majd az ellátórendszereket finanszírozni? Ezekből a befizetésekből, az ilyen bérek után történő befizetésekből. Nyilván sem, hogy
és viszont az energiaárak, az élelmiszerek árai nem a magyar jövedelmekhez vannak igazítva, és sajnos az önök által ajánlott bérekből nem lehet családot fenntartani, különösen úgy mondjuk, hogyha a családfő az otthontól távol elvezényelve dolgozik valahol, és kap érte egy kis apró pénzt. Az otthon maradottak számára ez vajmi keveset jelent, illetve semmit sem. Ugyanakkor valóban így van, hogy sajnos három műszakban 70-80 ezer forintokat visznek haza munkavállalók, és ez a jövőben sem fog valószínűleg változni, hisz Magyarország versenyképességét a politika még mindig az olcsó munkaerőben látja. Nos, a versenyképesség nem ez, hanem termelni kell, értéket kell előállítani, és megjelenni vele a világpiacon. De erre irányuló törekvést a kormány oldalról még nem látunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő két perces Vágó Gábor, képviselő LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Ismét Pócs képviselőtársamra reagálnék abból a szempontból, hogy miért probléma az, hogy 4 órás a foglalkoztatás. Nagyon egyszerű oknál fogva, 4 órás foglalkoztatásból származó munkabérből nem lehet egy családot fönntartani. Ez apró pénz, ez csupán arra, még arra se elég, hogy a felszínen maradjon a család, főleg akkor, hogyha a törvényben most rögzítve lesz, hogy egy családból csupán egy közmunkás lehet. Olyan térségekben, ahol egyáltalán nincs közmunka, és egyetlen egy lehetőség, vagy egyáltalán nincsen munkahely, és egyetlen lehetőség az, hogy 4 órába foglalkoztatva legyen a családból csupán egy ember, akkor nem lehet fönntartani egy egzisztenciát, nem lehet fönntartani egy családot, főleg akkor, hogyha a Fidesz politikájának köszönhetően a középosztály folyamatosan lecsúszik, és akkor egy olyan helyzetbe kerül, hogy elveszíti a munkáját, akkor csak az marad hátra, hogy az ország másik végébe egy megaprojekten dolgozzon 4 órába, miközben az otthon maradottaknak nincsen lehetősége. Az LMP abban látja a kitörési pontot és a kitörési lehetőséget, hogy jól képzett munkaerővel lépjünk ki a világpiaci versenyre, és ne egy olyan kvázi bérrabszolga munkaerővel, mint a kínaiak, akik pont azért versenyképesek, mert alacsony a munkaerőnek a költsége, de nekünk nem ezt az utat kellene választani. Azt az utat kellene választani, amit például a kis tigrisek választottak, hogy képzéssel, folyamatos a képzett munkaerővel tudnak a világpiacra lépni, mert ott van a magas hozzáadott érték, és nem azzal, hogy akkor a képzetlen munkaerő tömeget dolgoztatjuk a két kezével. Kétkezi munkabecsületét vissza kell adni, ez nem kérdés. Viszont az nem megoldás hosszú távon, hogy erre építünk egy gazdasági stratégiát. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Gőgő Zoltán, MSZP-s képviselő, 2 percese következik. Köszönöm elnök úr a szót. Én Pócs képviselő társamtól kérdezném, mint vállalkozó, szívesen alkalmaz a 4 órás munkaerőt, főleg mezőgazdaságban. Tudja, ott úgy van, hogy amikor dolgozni kell, akkor 12 órát kell, ha meg megered az eső, akkor el kell menni a kocsmába, és örülni az esőnek. De 4 órát nem lehet. Nincs ilyen. Hát egyszerűen, ha valaki ezt végig gondolja értelmesen, a magyarországi munkaidő kihasználás a legjobban szervezett helyeken se érje el a 80%-ot. 4x8=32. Akkor mennyi órát fog dolgozni valaki? Hát lehet, hogy ki se ér a munkaterületére meg vissza. Tehát én azt hiszem, hogy itt nem erről van szó, itt járhatjuk mi ezt körbe. Nem a régi rendszer szabályozásával volt a baj, meg ezzel sincs mind kerettörvénnyel nagy baj. Ezekkel az apró dolgokkal van baj, hogy nincsen pénz. Ezért minél többet embert akarunk valamilyen módon bekényszeríteni a rendszerbe, minél kevesebb pénzből. Ez meg nem fog menni. A legjobb közmunkaprogram a 80-as évek közepén volt, amikor tényleg állami felügyelet mellett állami cégeknél zajlott, hogy akkor még volt sok állami gazdaság, mikor mi is 300 hektár erdőt telepítettünk, 3 hónapot fizetett az állam, 3 hónapot fizetett a cég, és 100 roma származású emberrel kitűnő munkát lehetett végeztetni, bizonyos részletekre figyelni kellett, munkavédelmi eszközöket össze kellett szedni, reggel visszaadni. Tehát ilyenekre nyilván meg jó messze volt az erdő ugye a településtől, tehát nem nagyon lehetett eljönni a munkaterületről. Ez az egész nem múlik máson, mint ki hogy áll hozzá. Rengeteg kitűnő példát látunk a településeken, és nagyon sok rossz példát is látunk a településeken. Tehát én nem gondolom, hogy a keretekkel van a baj. Egyszer arról van baj,
azzal van baj, hogy bizonyos realitásokat nem veszünk figyelembe. Ez a 4 óra az abszolút nem realitás. Az se realitás, hogy valaki elmegy az ország túlsó végébe a stadiont építeni, 4 órát dolgozik, az utána majd ellébe szól Debrecenbe, vagy nem tudom, mit csinál egyébként. És akkor elviszik a családjától mondjuk 2 hónapra, és közben ébérért dolgozik, és még majd talán egyszer kap napi meleg ellátást. Tehát ez nem működik, uraim. Tehát meg át kell ezt újra gondolni, és komplex foglalkoztatási programokkal előállni, nem ilyenekkel. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Pócs János képviselő úr, Fidesz. Köszönöm szépen. Elnök úr, csak azért államtitkár úr megszólított. Államtitkár úr, ön is tudja, hogyha egy olyan rétegről beszélünk, ami vidéken mondjuk a mezőgazdaságban jellemző, azok az embereket igenis 4 órában lehet normálisan foglalkoztatni. Mert 8 órában azok az emberek elfáradnak. És minden másnap jönnek dolgozni, vagy minden harmadnap jönnek dolgozni. Biztos, hogy mindenre van pozitív példa, mindenre van negatív példa. Igenis, azok az emberek, akikről a mezőgazdaságról is vidéken beszélünk, azok az emberek a mindennapi tejé meg a mindennapi kenyéré dolgoznak. Ha ne adj Isten, több van a pénzükbe, vagy a zsebükbe, akkor azt viszik az automatába, meg viszik a kocsmába. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 percben Szabó Rebeka képviselőasszony, LMP. Köszönöm a szót. Röviden, ha már itt szóba került az erdőgazdálkodás, akkor szeretném hangsúlyozni, hogy például hogy a közmunkának az erdő felújítási, erdőtelepítési munkákban fontos szerepe lehet, bár itt is problémásnak látom ezt a 4 órás munkavégzést, ugye azok miatt, amiket már az előbb is képviselőtársaim hangsúlyoztak, mind a területre való eljutás szempontjából, akár ugye egy erdőterületet bejárni, az kifejezetten több időt igényel. Viszont itt szeretném megjegyezni, hogy a törvényből valamiért kimaradt ugye a magánerdő tulajdonosok számára végzendő közmunka, illetve az ő esetükben ezt csak szemétszedésre szűkítették le, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy a magánerdő tulajdonosok is hasznosan részt tudnának venni egy minőségibb közmunkaprogramban akkor, hogyha a gyommentesítés, invazív fajok írtása vagy erdőrehabilitációs munkálatokra számukra is lehetővé tennék a közmunka igénybevételét. Egyébként általánosságban pedig továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy alapvetően komplex térségi fejlesztési programokban kéne gondolkodni a közmunka esetében is. Az, hogy olyan segítséget kapjanak a települések a közmunkások által, amivel tulajdonképpen aztán önállóan lábra tudnak állni, be tudna indulni a helyi gazdaság, gondolhatunk itt ugye akár a mezőgazdaságra és az önkormányzatok, hogy a saját élelmiszer önrendelkezésüket biztosíthassák ezáltal, azt, hogy a saját akár közoktatási intézményeik menzájának az élelmiszer ellátását biztosíthassák a saját településükön lévő munkanélküliek munkájának a segítségével, és nem több száz kilométerre lévő nagy beruházásokra kéne utaztatni ezeket az embereket gyakorlatilag a géhbérért, és egyfajta ilyen munkatáborok munkafelügyelő rendszer alatt a belügyminisztérium irányítása alatt. Mi ezt egy nagyon rossz iránynak gondoljuk. Ehelyett mondom az önkormányzatokkal együttműködve térségi, komplex térségi fejlesztési programok megvalósításával kéne a közmunkásokat valóban értékteremtő munkában alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 percet Túri Kovács Béla, fideszes képviselőt illeti a szó. Attól tartok, tisztelt ház, tévúton vagyunk, hogyha a törvény vitájánál eltekintünk attól, hogy egy kialakult helyzetben kísérel meg a kormány valami olyan megoldást adni, amely szervezeti és szerkezeti felállást garantálna ahhoz, hogy egyáltalán a munkavilágába visszavezethetők legyenek széles, azt kell mondanom, talán milliós tömegek. Ha nem ebben a kategóriában gondolkodunk, hanem megpróbálunk ettől elvonatkoztatni, és valami olyan lehetőségekbe gondolkodni, amelyek ma nem állnak rendelkezésünkre, akkor teljesen tévúton vagyunk. Világos tehát az én nézetem szerint, hogy párhuzamosan kell megvalósítani ezeket az ügyeket. A szervezeti-szerkezeti felállást végre kell hajtani, el kell készíteni, működés közben lehet azon változtatni, csiszolni, de szükség van rá. Egy olyan rendszerre van szükség, amely tartósan és kiszámíthatóan tudja biztosítani a munka lehetőségét. Elég-e a 4 óra, vagy nem elég? Én ebbe a vitába nem mennék bele, van róla véleményem. De abban igen, hogy ezzel párhuzamosan nyilvánvalóan meg kell indítani, és gondolom, hogy a kormánynak ez is a szándéka, meg kell indítani azokat a programokat is, amelyek tartós lehetőségeket biztosítanak, és amely átmenetinek tekinti azokat a megoldásokat, amelyet
ez a törvény kíván most segíteni. Ha ezen túlmenőleg másban gondolkodunk, más javaslatokat próbálunk tenni, azt lehet, csak tudnunk kell, hogy azoknak a feltételeit meg kell teremteni. A szegénység elleni küzdelem, egyetértek ezzel, már nem a szegénység, hanem a szegény világ elleni küzdelem. Egyetértek az LMP-vel, ez egy sarkalatos alapvető tétele és szükséglet Magyarországon, ahol 3 millió szegény ember van. Ez egy alapvető tétel, de az első lépéseket meg kell tenni, és ezek az első lépések azt hiszem a szervezettségben kell, hogy megmutatkozzanak, amelyek most teljes mértékben hiányoznak. Köszönöm szépen, képviselő. Tisztelt Országgyűlés, a képernyőn további 6 kétperces jelentkező neve. Elsőként megadom a szót Varga László képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Mit Pócs képviselőtársa mondott, azt majd utána fogok nézni pontosan a jegyzőkönyvbe, de hát mélyen visszautasítom. Gyakorlatilag általánosított, és azt mondta, hogy azért kell kevesebb pénzt fizetni ezeknek az embereknek, mert amúgy is a játékgépbe hajítják a többit. Ezt mondta. Meg fogjuk nézni a jegyzőkönyvbe nyilván pontosan, de ezt visszautasítanám minden olyan embernek a nevében, aki tisztességgel ennek a közmunkaprogramnak, az út a munkához programnak a keretében kenyeret tudott tenni a család asztalára. Tehát nagyon nem értjük egymást, önök elismerték, Talabér Márta is elismerte itt a vezérszónoki körben, hogy gazdasági kérdésről van szó. Önök nem kívánnak erre pénzt költeni, mindenféle más dolgokra kívánnak pénzt költeni, erre nem, például a gazdagok adócsökkentésére is, ezért áthelyezik az egészet a belügyminisztérium alá, rendészeti kérdés, például azok a katonák, rendőrnyugdíjasok, akiket egyébként majd most visszahívnak, szerzett jogot elvéve a nyugdíjról, majd vigyáznak ezekre az emberekre, nehogy itt az évbérért dolgozó emberek még a végén meggondolatlan dolgokat csináljanak. Ebből a pénzből, amit majd kapni fognak, nem lehet tisztességesen megélni. No, pláne, hogyha egyébként az ország másik végébe viszik őket, ahol egyébként a hát alapvetően az életükhöz nem biztosítják a megfelelő körülményeket, képzeljék magukat az ő helyükbe. Tehát ez elfogadhatatlan. Túri Kovács Béla kapcsán meg egy megjegyzésem azért mégiscsak lenne, nem állom meg. Én azt gondolom, hogy a legjobb szociális földprogram az lenne, az lett volna még az első Orbán kormány idején, hogyha nem adták volna el bagóért az állami gazdaságok egy jelentős részét, ha nem esett volna szét a TS, mint olyan, amely vidéken, kis településeken komolyan tudott biztosítani munkát. Egyébként Gőgös Zoltán képviselőtársam épp egy ilyen példát mondott el a 80-as évekből. Ott lehetne szervezni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő kétperces Z. Kárpát Dániel, jobbikos képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, egyrészt Pócs képviselőtársamra kell reagálnom, bár nincs itt most a teremben, de bizonyára értesülni fog arról, ami itt elhangzik. Elvándorlás jelen pillanatban is van Magyarországon, hiszen egy olyan nyomás alatt állunk, amelyre csak ráerősít egyes németországi, ausztriai és más Európai Uniós tagállamokban fellelhető piacnyitás, melynek értelmében egyrészt várják a jól képzett magyar munkaerőt, adott esetben a jól képzett magyar szakmunkásokat is, és egy párhuzamos folyamat tekintetében pedig várják azokat is, akik olcsóbban elvállalnak bármilyen jellegű munkát, mint az ott élő Európai Uniós állampolgárok. Tehát látható, hogy az a demográfiai katasztrófa és nyomás, ami Magyarországon kialakulóban van, megvan, fellelhető Nyugat-Európában is, úgy próbálják ezt csillapítani, hogy minél kevesebb muszlim bevándorlót fogadnak, és minél több embert Kelet-Közép-Európából. Ezt a folyamatot nem látni, vagy azt mondani, hogy Lengyelországba és máshova hazamennek a dolgozók, miközben egy folyamatos elvándorlási tendencia tapasztalható, iszonyatos vakságról árulkodik. Épp ezért mondjuk azt, hogy ezen előterjesztés tekintetében is igenis differenciálni kell azok között, akiket érint egy közmunkaprogram vagy annak rendszere. Differenciálni kell azok között, akik munkakultúrájuk, a hiányos családi szocializációjuk és az oktatásuk sikertelensége, továbbá a köreikben fellelhető nagyon magas bűnelkövetési hajlam miatt nem is akartak részt venni a munkaerőpiacban eddig, őket be kell vonni, hiszen valljuk igenis azt az ősi mondást, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ugyanakkor tőlük differenciáltan kell kezelni azokat, akik a magyar középosztály részeit képezték, és az elmúlt kormányok folytatólagos félrenézése és bűnei miatt elkezdtek lecsúszni a roncstársadalom felé, vagy elvesztették egzisztenciájukat, őket kinhagyni a pusztában, vagy együtt kezelni azokkal, akik nem is akartak részt venni a munkaerőpiacon, elévülhetetlen bűn. Kérem, hogy ne essenek ebbe a hibába. Köszönöm.
Megadom a szót Szabó Rebeka képviselőasszonynak, LMP. Röviden szeretnék reagálni arra, amit Túri Kovács Béla képviselőtársam mondott. Igen, természetesen mi is azt gondoljuk, hogy vissza kell vezetni a munkavilágába nagyon sok embert, és azt is tudjuk, hogy ez nehéz, de a módszerek tekintetében nagyon nem értünk egyet a kormánnyal. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ne abban gondolkozzunk, pontosan azért, mert ezek az emberek valószínűleg régóta, nagyon sokan ember van, aki régóta nem jutott munkához, de nekik nem az lesz a megoldás, hogy a nyugdíjból visszarángatott munkafelügyelővé degradált volt rendőrökkel egy ilyen szigorú munkatáborokat hozzunk létre, vagy az, hogy több száz kilométerre elvigyük őket a családjuktól, a megszokott környezetüktől, hanem az, hogy a megfelelő mentorálással, megfelelő tapasztalatcserével, képzéssel próbáljuk meg őket tényleg visszavezetni a munkavilágába, és hogy olyan komplex fejlesztési programokat ajánljunk nekik, találjunk ki, ilyeneket lehet az adott településen, aminek ők is látják értelmét. Sokkal könnyebben lehet úgy valakit visszavezetni a munkavilágába, hogyha ott van azon a településen, amit ő megszokott, és azt látja, hogy azért dolgozik, hogy a saját közösségének jobb legyen, és nem elvezénylik Debrecenben stadiont építeni középkori körülmények között. Most nyilván ebben van egy kis túlzás, amit mondok, de azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne azt látni, hogy az egész gondolkodásmódunkat kéne megváltoztatni ahhoz, hogy nem a belügyminisztérium alatt egy ilyen katonai szigorral kell ezeket az embereket visszavezényelni a munkába, hanem meg kell nekik mutatni, hogy mi az az értelmes tevékenység, amit valóban végezhetnek. Nagyon nehéz olyan településeken élni, ahol valóban akár 10-20 évre visszamenőleg ez egyre több a munkanélkül, és az emberek elveszítették a reményt, és ezt a reményt kéne nekik visszaadni, de erre egy egészen más megközelítés alkalmas, én itt javaslom, hogy tanulmányozzák az LMP által nemrég nyilvánosságra hozott közmunkakoncepciót, mert számos nagyon használható ötlet van benne. Köszönöm. Köszönöm. Következő két perces Spaller Endre képviselő úr, Kereszténydemokrata Néppárt. Köszönöm szépen a szót. Csak egy-két dologra reagálnék. Az egyik, hogy ebből az összegből nem lehet családot fenntartani, és hogy ugye ez nem egy stabil egzisztencia. Én azt gondolom, hogy a közmunkának nem is ez a célja. A közmunkának az a célja, hogy igyekezzenek az emberek minél hamarabb az elsődleges munkaerőpiacra visszatalálni. Hiszen, hogyha ez egy stabil egzisztencia, akkor esetleg félő, hogy nagyon sokan beragadhatnak. Ez egyik. A másik, hogy ugye elhangzott itt, hogy mentorálás, képzés, komplex munkafejlesztési programok kellenének. Ezek az elmúlt években én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen típusú program volt, vagy legalábbis jó szándékú kezdeményezésbe indult. És azt kérdem, hogy jutottunk-e ezzel előre. Azért ezekre egy néhány százmilliárdot elköltött ez az ország az elmúlt 20 évben. Az a kérdésem, hogy mentünk-e vele előbbre, azt gondolom, hogy nem. Helyben én azt gondolom, nem lesz elég munka. Hát pont azt mutatja az Út a munkához program, hogy helyben hát gerebjézték a vizet, és a többi. Tisztelt a kivételnek, ahol nagyon szép munkát végeztek. Ám de ugye az a baj, hogy pont a legkisebb településeken, ott a legnagyobb a munkanélküliség, ott kéne, ahol erre a legkevesebb munka van, a legkevesebb tudás van, ott kéne a legtöbb embernek munkát adni. Ez most nem fog menni, tehát ezért kell máshol ezeket az embereket foglalkoztatni. És ezért egy valamit ne felejtsünk el. Tehát azért, mert egy munkánál van egy főnök, aki kiadja, elmondja, hogy mi a feladat, és hogy ezt el kell végezni, hogy van egy ellenőrzés, van egy nem tudom, attól ez még nem közmunkatábor. Minden normális munkai úgy működik, hogy van egy főnök, aki elmondja, hogy mi a feladat, és vannak, akik ezt végrehajtják, ugye ők a munkások. És hogy egyébként meg biztonsági őrzés lesz, ez azt gondolom minden egyes hipermarkettőket, mindenhol van, minden egyes munkahelyen. Tehát ez a hasonlat, ez szerintem nagyon erőltetett, és ez nem is így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a képernyőn 8. 8 kétperces jelentkező, 9 kétperces jelentkező. Megadom a szót Gurnándor képviselőnek, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. A szegénység ellenében tett küzdelem az nem arról szól, hogy forrásokat onnan vonnak ki, ahol szükség van rá. Ha most azt nézzük, hogy például a bérpótló támogatás vagy álláskeresési segély kapcsán nagyjából 70 milliárd forintos nagyságrű pénzeszköz kivonására kerül sor, akkor az ellehetetlenült vagy az ellehetetlenülés közelében lévő emberektől veszik el az esélyt arra, hogy valamikor is és az elkövetkezendő időszakban a munkaerőpiac közelébe tudjanak kerülni.
Tudják, Magyarországon, ha én jól emlékszem, akkor van 33 olyan kistérség, ami a leghátrányosabb helyzetű kistérségek körébe tartozik. Ezekben a kistérségekben a munkalehetőségeknek a száma, arány ahhoz képest, ami úgy országosan átlagában adott, hát félelmetesen visszaszorított, az ahhoz képest jóval kevesebb. Ez azt jelenti, hogy ezekben a térségekben azok az emberek, akik munkavállalási hajlandósággal, szándékkal, adott esetben képesítéssel és képzettséggel is megáldottak, azok az emberek sokkal, de sokkal kisebb eséllyel tudnak a munkavilágába megjelenni. De ők azok, akik halmozottan hátrány szenvedői lesznek a történetnek, mert ahhoz, hogy és valamikor is ellátásban részesülhessenek, hogyha szerencsétlen helyzetbe kerülnek, 10 nap jogosító időt kell szerezniük, hogy egy nap ellátásban részesüljenek. Magyarul a törvényen keresztül újra a leghátrányosabb helyzetben térségi és adott esetben személyi adottsági jegyekkel bíró embereket sújtják újra és újra. Mi azt mondjuk, az az igazi szociális gondoskodás, hogyha ezen törvény és egyéb más törvények keretei között is arról gondoskodnak, hogy minden családban legyen egy ember, aki kereső, 8 órában, igen, és ez nem csak az aluliskolázottak, az iskolai képesítés nélkülieket érinti, hanem a szakmai képesítésekkel bírókat is, főleg a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és türelmét, elnök úr. 2 perc, Szilágyi László, LMP. Köszönöm a szót, tisztelt ház. Szabó Rebeka kolléginám említette, hogy mennyi munka van akár az erdészetben is. Én most hadd említsek egy másik ágazatot, a hulladékgazdálkodást. Tele van az ország illegális lerakókkal, és ugye egyszeri akciókkal ezt nyilván nem lehet megoldani, hanem komolyan fel kellene végre készülni, hogy legyenek vállalkozások, akik ezt összeszedik. Az ág, a gaj hasznosítása, szerves hulladékok manipulálása és feldolgozása rengeteg munkahelyet teremthetne. Ugyanígy a sít hasznosítás abszolút megoldatlan ebben az országban, és rengeteg másodnyersanyagot lehetne aztán az építőiparban felhasználni. Nem beszélve arról a csomagolóanyag szelektálása, előfeldolgozása és rengeteg képzetlen munkaerőt tudna felszívni. És akkor rengeteg jó példát látunk már külföldön, és magyarországi kezdeményezéseket ismerünk. Holnap megyünk Széchenybe egy ilyet megnézni, ahol újra használnak hulladékból még értékes dolgokat. De könyörgöm, ezt nem úgy kell, hogy megalázó körülmények között közmunkaként kivezényelünk oda szegény embereket, hanem ez tipikusan mikro- és kisvállalkozások számára nagyon-nagyon jó feladat. Viszont ehhez el kell őket látni képesítéssel, el kell őket látni járművel, legyen az autó vagy akár lovasszekér, és el kell őket látni gépekkel, alapvető eszközökkel, és utána kisvállalkozásban legális munkaként tudnák ezt végezni, kistérségenként akár 8-10 főt is be lehetne vetni, akik körbejárhatnák a falvakat és megoldhatnák a hulladékgazdálkodási egyszerű feladatokat. Tehát ismétlem, nem megalázó közmunkaként, hanem képesítéssel és kisvállalkozásként lehetne ezeket a munkákat elvégezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Következő 2 perces Zékárpád Dániel, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Elképedve hallom liberális oldalról azt a kifejezést, gyűjteményt, ami egy korábbi korszakból számomra nagyon is ismerős, miszerint munkatáborokat építenek, kivezénylik az embereket bizonyos területekre, pedig hát egész egyszerűen fordítva ülünk a lovon. Mi az a probléma, amit meg kell oldani? És én hangsúlyoznám, hogy nem úgy oldanám meg, ahogy a kormányzat. Egészen más eszközökkel, és bizony a roncstársadalom bizonyos beilleszkedni nem kívánna, integrálódni nem kívánó körét, sokkal markánsabb eszközökkel vonnám be ebbe a programba. De jelen pillanatban ki kell jelenteni azt, hogy egy elhibázott szociálpolitika következtében, a kormányok, egymás utáni kormányok folytatólagos mulasztásai következtében rábírtak gyakorlatilag komplett társadalmi rétegeket arra, hogy a segélyből élést válasszák a munkavállalás helyett, a megélhetési gyermekvállalást válasszák a tisztességes, felelősségteljes gyermekvállalás helyett. És elmondható az is, hogy ezzel párhuzamosan úgynevezett integrációra kidobtunk, mint egy 300 milliárd forintot 21 éves viszonylatban. Mutassanak már nekem 2 tucat integrált embert. Nincsen.
Aki följebb került, az a saját erejéből, a saját tehetségének köszönhetően került följebb. Lényegében ezek az állami programok kidobott, kukába dobott pénzt jelentettek. Jelen pillanatban is az a cél, hogy egy fenntarthatatlan helyzetet, ami megelőzi a járulékfizetők lázadását, amivel mindannyian tisztában vagyunk, valahogy megpróbáljuk megakadályozni. Még egyszer hangsúlyozom, ez az út, amin a kormányzat elindult, önmagában nem képes megakadályozni ezt a problémát, de hogy egyáltalán közbeszéd tárgyát képezheti, ez egyébként a Jobbik sikerének is tekinthető, hiszen mintegy egy éve mantrázzuk, hangsúlyozzuk folyamatosan azt, hogy ezt a rendszert át kell alakítani. Nagyon örülünk annak, hogy bizonyos programpontok és elemek visszaköszönnek a kormányzati előterjesztésben, viszont hogy nem raknak mellé költségvetést, hogy nem raknak mellé hosszú távú fenntartható kitekintési